kedves testvérek! Ez a ma esti történet több mindenre ráirányítja a figyelmünket. Először is itt van egy nyúlra való fiatal ember, aki az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, mert akiben fölmerülnek az életünknek a legfontosabb dolgai, az előbb-utóbb találkozik azzal, hogy mi is az én életemnek az értelme, miért élek, ki is beteljesedik-e itt a Földön az életünk, vagy hogyan is kell élni a mi életünket. Tehát ez a fiatal ember gazdagság ellenére gondolkodik és kérdést tesz föl. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Akkor, amikor ma föltesszük ezt a kérdést, hogy ki az, aki keresi az örök életet, akkor én, mint lelkész, időnként szomorú vagyok, mert azt látom, mintha ez a mai világ ellenne kábítva. Hogy olyan kevesen teszik föl ezt a kérdést, hogy mit kell tennem, hogy eljussak a mennyországba, vagy hogy mit is jelent számomra a mennyországi élet. A ma embere, ahogyan említettem, mintha ellenne kábítva, és már nem is vágyakozna a mennyország felé. Hogy lehet, hogy van pokol, hát jó lenne oda nem kerülni, hát ha meg az Isten annyira szeret, akkor talán majd eljutunk a mennyországba is. Szóval nagyon egyszerűsítjük a kérdést, és minthogyha nem tennénk, nem törekednénk a mennyország felé. Eszembe jut a Fábri Kornél atya, aki az Eukarisztikus Kongresszusnak volt az egyik megbízott papja, titkára, és ő mesélte azt, hogy a templomba járó idősebb embereket megkérdezte, hogy na hát ki az, aki szeretne a mennyországba jutni? És hát akkor csak úgy néztek rá, hogy hát így öregen, igaz, hogy folytatódik az életünk tovább, hogy öregen, betegen, ki tudja, hogy akarunk-e menni a mennyországba, kicsit kihangosítva is. Hát a kordivat aztán próbálta fölrázni ezeket a templomba járó híveket, hogy hát ott nem öregen fog folytatódni az életünk, levetjük ezt a testet, folytatódik az életünk egészen másképpen, egészen más világ lesz, de az egy boldog világ lesz. Olyan boldog világ, amelyet mi emberek el nem tudunk képzelni. De amit az ember el tud képzelni, azt előbb-utóbb meg is tudja valósítani. Sőt, olyan korban élünk, ahol a technika világa egészen el tud varázsolni bennünket. De a mennyország élet az valami egészen más. Pál apostol olyan szépen fogalmazza meg, szem nem látta, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogja, amit az Isten azoknak készített, akik szeretik őt. De itt van a lényeg, a mennyország az túl van az anyagvilágon. A mennyországot nem ember találta ki, mert az nem is mennyország, amit az ember kitalál meg, amit el tud képzelni. A mennyországot az Isten adja nekünk, és a mennyországnak a lényege, hogy az Istennel leszünk. Itt a Földön akadályozva vagyunk, az Isten nem látjuk, de ott színről színre fogjuk látni, és ez a látás beteljesít bennünket is, boldoggá tesz. És hát olyan világot élünk, hogy a mai kor embere teljesen elfeledkezik erről. Tehát akkor, amikor a halállal, vagy a betegséggel, vagy a szenvedéssel találkozunk, akkor megtorpanunk, de akkor sem biztos, hogy jó helyen keresünk-e. Valóban oda megyünk az Úr Jézushoz is, őt kérdezzük-e meg, hogy Uram, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jó helyen keressük-e az igazságot? Hiszen Jézus mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el hozzám, csak én általam. Mit jelent ez számunkra? Sokszor megkérdőjelezzük ezeket a kérdéseket, hogy van út, van itt a Földön igazság, van itt a Földön élet, amikor annyi szenvedés is benne van.
De Jézus mondja, és ezért van igazság, van élet, és van út az Istenhez. És nekünk Jézus Krisztus kell megkeresni. Nála van az igazság. Olyan szép ez a felirat. Az élet Krisztus. Mindannyiunk számára. És ezt meg kell tanulni, hogy az egyén életünkben, a közösség életünkben, sőt a világnak is, csak egyetlen egy út létezik. A Krisztus útja. Krisztus nélkül elveszünk. Krisztus nélkül nem tudunk élhető emberi világot építeni. Csak vele, csak az ő törvényei szerint. És addig, míg az emberiség ezt nem tanulja meg, addig nagyon is a sátánnal és az ördöggel kell harcolnunk.